A kutatás az a kárpátaljai magyarok különböző dolgokkal kapcsolatos attitűdjeit, hozzáállását méri fel, illetve a jelenlegi helyzetüket is szeretné felmérni. Ez egy elég széles körű kutatás, 1000 embert kérdezünk meg, kérdeznek meg a lekérdezőink, és a kutatásban az én feladatom az volt, hogy a mintát, ezt az 1000 fős mintát, akit le fogunk kérdezni, azt megfelelően alakítsuk ki, úgyhogy ez a minta képviselje az egész kárpátaljai magyarságot, lefedje. Tehát nemi korcsoportok szerinti, lakóhely szerinti bontásban olyan legyen a mintaeloszlása, megoszlása, mint az egész kárpátaljai magyarságé. Hogy a mintát az különböző településeken választottuk ki, különböző településeken vesztük, szigorú szabályi vannak a mintavételnek, megfelelő kijelölt útvonalak mentén mennek a lekérdezők és keresik meg a lekérdezendő alanyokat. Ezeket térképeken bejelöltük, szerkesztő úrnak mindjárt megmutatom ezeket az útvonalakat. A lekérdezők kiképzést kaptak, hogy kell menni, merre kell menni, írásbeli útmutatót is kapnak, és természetesen az útvonal mentén megfelelő korú és nemű embereket kell, hogy keressenek, és azokat kérdezzék le. Például itt Munkácson a bejárandó útvonalak a lekérdezők számára be vannak jelölve, vagy például Csongoron, itt mellette, de Tisza Salamonban például ez a. Csonkapapi útvonala, Unktarnót Botfalva, a vegyesen lakott területek közül. Itt az egyik ungvári mintavételi hely az új negyedből, tömbházaknál, ez a másik ungvári mintavételi hely, ez az Ungon túli, óvárosi részben. Egy kutatást azért érdemes megcsinálni, mert még senki nem csinálta meg, vagy azért érdemes megcsinálni, mert megcsinálták már ugyan mások, de érdemes megismételni, hogy mi változott az eltelt idők során. Ez a kutatás ez utóbbi kategóriába tartozik. Tehát ilyen kutatást csináltak már Kárpátalján, a kárpátai magyarok körében is, nem is egyszer. Az adja az érdekességét, hogy vajon mi változott azóta. Tehát gondolom egyértelmű például, hogy nem ugyanannyi mobiltelefon van jelenleg a lakosság használatában, mint ezelőtt 5 éve, vagy 5 évvel az már lehet, hogy nem, de ezelőtt 10 éve például, vagy 20 évvel. Mert már akkor, amikor az ezredfordulón volt az első ilyen nagyobb szabású felmérés itt a kárpátai magyarok körében, és érdekes összehasonlítani ezekkel az eredményekkel, a mosti eredményeket. Tehát akár ilyen téren is, hogy használati tárgyak, az anyagi jólét különböző mutatói, hogyan változtak ez alatt az időszakot, hogyan változott az emberek hozzáállása különböző kérdésekhez. Akár mondjuk egy olyan aktuális kérdéshez, mint a külföldi munkavállalás.